A szemeszter során az életvezetéshez szükséges lépéseket vették sorra az előadók, miután a hitből fakadó megismeréssel az élet megértéséhez jut az ember, kialakul egy értékrend, amely alapján döntéseit meghozza. Az értékrend azonban szükségszerűen változhat. Erről szólt a fél év záró előadás, melyek az állandó és melyek a változtatható viszonyítási pontok. Végső soron pont a hagyomány jelensége mutatja meg, hogy hogy létezik együtt állandóság és változás. Hiszen hisszük azt természetesen, hogy keresztényként van valami, amit folyamatosan őrzünk változatlanul, miközben mégis folyton változnak azok a köntösök, azok a kifejezésmódok, azok a külső formák, amelyekben ezt igyekszünk átadni. Világos, hogy ilyen szempontból talán a legfontosabb annak a határvonalnak a meghúzása, ami a tulajdonképpeni változatlan és állandó, illetve a könnyen változható és akár szükségszerűen megváltoztatandó között van. A minket körülvevő világ és annak magyarázata folyton változik. Ennek a tudatosítása mellett az egyén változását is egy megfelelő irány mentén kell vezetni. Legellemibb élményünk önmagunkkal kapcsolatban, hogy változásban vagyunk, és mégis ugyanaz az ember változik. És ez a folyamat, ez lehet automatikus, ez lehet olyan, amiről sokszor úgy gondoljuk, hogy rajtunk kívül történik, de valójában mi azt szeretnénk, hogy ez a változás, ez tudatos, bennünk történő folyamat legyen, és legfőképpen azt szeretnénk, hogy ez a megtéréssel szoros összefüggésben jelenjék meg, vagyis azzal a lényegi gondolkodásmódbeli változással és cselekvés változással, ami a Krisztus ismeretből forrásozik. A Szabad Egyetem konferencia sorozat 2018-ban is folytatódik. Az első előadás január 10-én lesz a Magtár Látogató Központban.